Most volt az általános választások híve, 46-ban egyértelmű, akkor ő abszolút belátja, hogy ez még Magyarországon nem megy, elvileg az, ezért 45-ös törvényekben cenzusos választójog van. De Széchenyi ezt sose fogadta el. Tehát ő nem fogadta el azt, ő azt gondolta, hogy a politikai szabadság ugyan közterviselés kell, közös magyar nemzetben egyenlő polgárok, akik ezt mind maximum sem elfogadta, de konkrétan a politikai jogok esetében ő azt gondolta, hogy ezt még nem. Tehát ő csak liberális volt, de nem volt demokrata. Általában Széchenyi és Veselényt föl is keresték, azt hiszem, Kölcsén, amikor került Pozsonyba, igaz, hogy külön-külön, és mind a ketten megbízták, hogy legyen ő az ellenzék vezére, mert ő egy olyan személyiség, aki mind a hármat tudja képviselni esetleg. A maga többé-kevésbé köznemesi helyzetében. Tehát tulajdonképpen az, hogy Széchenyi és Kossuth tudatában volt aznak, hogy összeegyeztetetlen a helyzetben. Ez az értelmezés, amit hallunk, ez mondjuk egy, nem tudom én hány közül, ugye, amikor az ember később egy másik korszakból, ugye bizonyos dolgokat összevonva, tömörítve, ugye bizonyos személyekben jelenít meg bizonyos elképzelés.